szakmai munkát Ódának a megköszönő videója sajnos nem sikerült, mert kamera hiba miatt, illetve pontosabban kezelési, mert rosszul volt beállítva és nem vette föl. És ezt a helyszínen nem vettem észre csak itthon, úgyhogy a megköszönőt azt akkor most így utólag pótlom minden a szobából. Hát így annyi volt, hogy Fadinál volt ez a bunkár, ezt tészünk meg csoportosan. A többit pedig majd látjátok, és a szintén jelenlévők, nek hogyha van YouTube csatornája, és azt is ki fogom lakni a leírásba, jelentkezzenek, küldjék el, és kit lesz. Úgyhogy hát akkor lássuk a videót. Szerintem egy több is, mert ott a személypályúrőr előtt is van az a nagy, aha, onnan irányították volna. Megálló hely mellett. Amiben most az a... Jó, hát jó, ez így csak meg kellett építeni. Ja, ez lehet, ez az objektum. Megnézzük, itt van valami ilyen régi napló. Méghozzá költségjegyzék, 72-es pénztár. Mit találtál? Valami ilyen pénztárszámbélyegző van rajta. Itt is teli van. Méghozzá nem is hú gyerekek. Mikori? Ez nem ferencvárosi, hanem Dunapart tehet. Valami ilyen költségjegyzék, de hogy ez mire való, azt nem tudom. Kocsi állás, pénz, köteles órák száma, tehát akkor ilyen... Dátum van rajta? Van, persze. Azt mondja, hogy... 81. 7. hó 17. Az igen. Itt a vége. Az eleje pedig... Hát az kicsit rossz állapotban van. Nincs is meg a borítója szerintem. Hát a borítója nincs meg. De ami megvan belőle, próbál... Jó, most mentél. Á, foszlik. Foszlik sajnos. Hát itt lehet belalakozni, de itt is fosztik. Első érdekesség. Hát akkor... Igen, ezt ki kéne nincs szállítani. Nincs, hogy a hátsó borító van csak ja. Meg. Itt már valamit van. Itt is van valami. Ja, látom. Megjöttek az első fecskék. Ez az ajtó, de ez 2009-es. Ez... Akkor ez nem csak vasutas lehetett, hanem... Nem semmi, azért még a körbe is megvan. Hát az még működhet. Hát nem tudom. Kemény. Miféle táblák vannak itt? Vissza a kiment. Mindenféle tagszolgálat. Látom, van itt minden. Óvóhely. Itt inkább vakut használok szerintem. Az az igazság, hogy ez az, ami senkinek nem hiányzik. Óvó, C-óvó hely. Objektum. Ott egy újság is. Találtam egy 2009-eset itt a nekikén. Újságot? Na, nem is valami könyvet, igen, az a első fecske. Mindenféle táblák. Ülmentő szakszolgálat. Valószínű a szolgálatban lévő. Itt vannak a jármentő szakszolgálat, jármű feltöltlenítő szakszolgálat. Hát úgy látszik, valaki egy helyre dobálta a táblákat. Lehet egyébként. Itt biztos, hogy jártak mostanában. Most nézd meg. A világítsuk oda nekem is, hogy szép picit. Ide a vizén van. Nem lehet. Nem tudom, én nem adjuk soha az így ennyire meglátni. Aha, hogy még szűzött is. Volt itt. Hát én ilyen helyen nem tudom. Hát én is az én akkor. Hát itt mit találtál? Nézd meg. Megnézem én is, hogy mit talált itt Rikári. A WC. Tartály már nincs meg. Itt WC tartály is, itt van, tökéletes. Ezt még le is lehetne húzni. Viszont a villanykapcsolót már valaki innen ellopta. Itt is WC volt.
ez lehetett a női WC. Hát, itt pedig valaki bulizott. Azt lehet, hogy mi ez? Hol van? Az a szellőző, amit Bence linoleumjában láttam. De az lehet, hogy egy feljárat is. Igen, ez a Szabi téren is a... Mutattál videót? Aha. Hát kimegyünk. Valami dróthálló is van itt. Akkor az, ami felülre mutatta. És erre fele még van valami. Hát itt valami berendezés lehet, mert szerintem a szellőztető vagy... És itt egy szellőző, illetve vész kiárat, amit Bence videójában már láthattatok felülről. Szerintem mindenki el tudja képzelni, mi lehet itt. Én nem mászok oda be. Itt lóg egy villanyvezeték. De egyébként a vasútőrségtől vagyok, engem már lefizető, hogy megjelentünk ideziteket. Kizárólag ivásra. Akkor itt valami víztartály lehetett. Itt van egy üzenet valakinek. Hoppá, na, ott egy üzenet valakinek, na, és mit üzennek? Nézzük csak meg. Szeretnék, Gabi, a számítások. Közérdekű közlemények vannak, igen. Mint például, hogy szeretnek bébi? Szeretnek ennek bébi, ja. Adj egy kis feelinget ennek az érzésnek. Szeretnek, Gabi, a közérdekű közlemények. Mi az? Orosz. Ausztrál. Itt mit találtál? Slozi? Ez is? Ah, de jó. Budi, bizony. Hát igen, az egész világ egy nagy WC. Hát ez meg... Bocsit. Ez látszik, hogy versenyhíradó. Mire szolgálja a versenyhíradó? Versenyhíradó. Évszám nem látszik, az a baj sajnos. Nem ilyen gyakorlatoknál lehetett ez valami? Nem tudom, le. Mert szerintem háborúban nem verseny, ezek örülnek, hogy gondolják. Hát Gabit nagyon sokan szeretik. Nem hiszem, hogy itt poénra vették az életemben. Mondjuk egy versenyen foglalkozás érted. Igen, de nem hiszem, hogy díjazták egy táblát. És itt meg megvannak a lámpakodás is. Még ebben is lehet, hogy ott a villanykört, amik működik. Tudom, mert amikor a Kecskeméten voltam kollégista, ott szinte egy ilyen volt laktanyában volt, és sok üdes épület volt, ott találtunk külön működő villanykörtét. Ez benne nagy a videómban is, ez már úgyis elépült, hogy kidobtunk onnan egy villanykörtét. Kecske, mit én kivoltál, izé, homokbányán? A támadás ellen? Vajon az ellen nem véd? Az ellen maximum? Nem, fogorasi árkád. Meg már nincs meg ott. De ott volt a víztartály szerintem, és csak már nincs meg, hogy kivegyék belőle az oxigént. Ott ki volt írva, hogy csak ivásra a falon, tehát szerintem ott volt. Ott volt egy víztartály. De akkor hova vezetett az a lyuk, ami... De ez miért szívott engem ez a Mobius? A kocsim is izé, az se akar beindulni. Amikor jöttem. Az előbb ez is megszívatott. Kiírta, hogy algélyes módban a felvétel nem lehetséges, vagy fogalmas micsoda.
De is kapott egy kis párát. De a Meriben megtaláltam az algias módot, kikapcsoltam, és most már veszik. Hát akkor hát a szikörbe is jártuk, az ennyi volt. Ott arról mentünk be, és működik a kísérték. És működik Bence, úgyhogy a félelme nem volt alaptalan. És ez volt az egyes projekt. Most itt vagyunk a tetején annak a bunkernek, amiben az előbb mászkáltunk. Nem állt, ha mindenki a lába elé is néz, mert bárhol lehet itt egy luk. Ott egy Szergej. Engem? A Temi? Te hogy? A Temi. Jó! De szóval ő vitt be titeket, Bánzol. Hát itt vagyunk a tetején, ide jutottunk volna ki. Hogyha ki lehet látni amúgy, kíván? Ki lehet. Ja, ez volt az a szellőző, amit alulról láttunk. De kicsit hajlékonynak kell lenni, hogy kell ide bennünk. De itt van, van az ajtó. Aha. És tényleg itt van. Ez volt itt a kijáró. Hát mondjuk, nem biztos, hogy ezzel mi kiférnénk, legalábbis én. Ő kritika megvan. Elég szűknek tűnik ez a... Neked elfér? Ő kifért volna. Kifért meg, hajt, meg te azért háztál. Igen. Többiek átmentek a házba? De itt van mellettünk. Nézzünk csak be ide. Ez... Igen, ezt a jalulon is láttok, ennyit még megmutatok belőle. Üres falak, amit ránk és van egy kiárt. Itt. Igen, itt. Ez a keleti rendező a Flodiban, és pont benne áll a 334-es Szergej, akkor ezt megmutatom nektek. Szerintem ez húzza fel a gurító dombra rendezni való vagonokat. De nem így használják most. Mert ugye most a nyugati rendező, ugye, az már mint a nyugati gurító, az nem megy, tehát kevesebb az irányvágány. Aha. És akkor így, ha megtelik, akkor azonnal ki kell rántani, mert nem tudnak addig gurítani. Aha. Oda. Ugye a tartalékvágány, tehát ha van egy. Aha. Hát igen, a nyugati rendező az biztos, hogy túl, tehát ott, az mindig tele van vonattal. Ja, de a nyugati gurító az meg ugye nem működik, és akkor ezért így minden irányba itt gurítanak. Na, ezek érdekes infók voltak Rikáritól. Ez volt, igen. Épp volt a nyári gyakorlatilag idején, úgyhogy ismerem ezt a törönyvárat. Amennyire egy hónap alatt meg lehet csinálni. Tudom, hogy az országban van a legnagyobb, de Európában is a top 4-5-ben benne van. Azért annyira nem. Hát figyelj, egyébként Szolnok. Szolnok is nagy, csak azt nem használják már nagyon rendezőként, de... Igen, mert az volt az egy kérdés, hogy Szolnok vagy Ferencváros, úgyhogy egyébként is földrajzilag Szolnok sokkal praktikusabb lenne. Hát meg ott azért van magas fogadótól kezdve minden. Hát meg a korszerűbb is volt akkoriban. Hello! Na, csapat többi része már odalent van, én meg próbálok nem lezúgni a töltésen. Jó, oké, rám vagyunk. És akkor vissza. Arrafele meg már, ezek már üzemi területek. Hát akkor ennyi lett volna, itt van a csapat. Bejártuk a bunkert. Iratkozzatok fel a Danira. Mindenkinek iratkozzatok fel. Képcsőre is. Látok, miközben ott van egy bunk. Akinek van YouTube csatornája, most mondja be. És akkor mindenki. Hogyan készült? Ez a... Hát mint amit Bogdán Kalcsival csináltunk, hogy videózzuk egymást. Akkor most ugyanez, itt Bencével is most egymást videózzuk. De, hogy én is benne legyek a saját videómba, azért én mondom, hogy sziasztok, én is itt voltam. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek mindenkinek. Sziasztok!